A Honvédelmi Minisztériumban köszönték meg azoknak a munkáját, akik részt vettek az 57. katonai mezei futó világbajnokság és a centenáriumi emlékfutás a hősökért elnevezési sportrendezvény szervezésében, lebonyolításában vagy résztvevőként öregbítették a Magyar Honvédség és a magyar nemzet hírnevét. A rendezvényen dr. Simicsko István honvédelmi miniszter mondott beszédet. Nagyon fontos, hogy a sportot minél jobban a katonák hétköznapjaivá, életévé, szokásává tegyük, nem csak a fizikai felmérőkön való megfelelés okán. Egyrészt azért, mert a sport kiválóan alkalmas arra, hogy azokat a kiváló embereket, akik már egyébként vállalták a katonai szolgálatot, még tovább nevelje, formálja a karakterüket. Erősítse a jellemvonásaikban azokat a pozitív értékeket, amelyek már az indítatástól kezdve megvannak, hiszen vállalták ezt a nagyon komoly hivatást. Ezért a sporton keresztül mindig elmondom, Márai Sándor úgy fogalmaz, hogy a legérdekesebb, legizgalmasabb utazás az nem más, mint önmagunk felfedezése. És a sporton keresztül, ezen a nevelő eszközön keresztül nagyon szépen megismerhetjük a saját képességeinket, miben vagyunk erősek, miben vagyunk gyengék, hogyan tudjuk mindezt leküzdeni a gyengeségeket és erősíteni a jó oldalunkat. A honvédelmi miniszter felhívta a figyelmet önmagunk megismerésének fontosságára, amelyhez a sport, mint kiváló nevelőeszköz járul hozzá, hiszen rajta keresztül megismerhetjük saját képességeinket és korlátainkat is. A rendezvény zárásaként elismeréseket adtak át a két sportrendezvény magyar katonasportolóinak, illetve a végrehajtásban közreműködő katonai és társadalmi szervezetek képviselőinek.